Oroszország élesen bírálta az Európai Uniót amiatt, hogy az uniós külügyminiszterek nem hosszabbították meg a Szíria elleni fegyverembargót. Moszkva válaszul jelezte, leszállítja a fejlett S-300-as légvédelmi rendszert a szír elnök kormányának, és ezzel reményei szerint megakadályoz mindenfajta a Bashar el-Assad rendszere elleni külföldi intervenciót. Hevesen támadják a szír kormányzati erők a Hezbollah síta terrorszervezet katonáinak támogatásával Kusszeir városát a libanoni határ közelében, de egyelőre tartják magukat a felkelők, akik mostantól Európai Uniós fegyverekre is számíthatnak. Az uniós külügyminiszterek ugyanis 12 órán át tartó tárgyalások, illetve viták után úgy döntöttek, nem hosszabbítják meg a május 31-én lejáró szíriai fegyverszállítási embargót. A döntést Oroszország, Bashar el-Assad szír elnök szövetségese élesen bírálta. A moszkvai külügyminisztérium válaszol kilátásba helyezte, hogy leszállítják Szíriának az évekkel ezelőtt megrendelt, de eddig visszatartott nagy hatómagasságú légvédelmi rendszert. Úgy véljük, az S-300-as rendszer leszállítása stabilizáló tényező lesz Szíriában, mivel nagyban visszatartja azokat a forrófejű embereket, akik a konfliktust nemzetközi szintűvé kiterjesztenék külső erők beavatkozásával, jelentette ki Ryabkov. Izrael, amely az elmúlt hónapokban már több a Hezbollahnak szánt fegyverszállítmányt lebombázott szír területen, biztonsági fenyegetésként értékeli a lépést. A fegyverszállítmányt még nem indították útnak, és remélem nem is fogják. Ha mégis Szíriába érne, tudni fogjuk, hogy mit tegyünk, jelentette ki az izraeli védelmi miniszter. Moshe Ya'alon egy háromnapos országos hadgyakorlat alatt nyilatkozott, amelynek célja, hogy felkészítse az izraeli lakosságot és hadsereget egy esetleges katonai konfliktusra, illetve egy Izrael elleni vegyi fegyverrel elkövetett támadásra.